2018. februárjától járja Nyíregyháza útjait az a 41 darab sűrített földgázzal üzemelő úgynevezett CNG autóbusz, melyeket 100%-osan támogatott pályázat az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program keretében nyert el a város. Emellett töltőállomás létesült, az autóbusz telephely beruházásának a készültsége pedig már 98%-os. Jelenleg a külső befejező munkálatok, valamint az elektromos és gépészeti berendezések beüzemelése zajlik. A jó közlekedési kapcsolat, a megfelelő közműellátottság és a szeparált elhelyezkedés biztosítja az újonnan épülő autóbusz telephely optimális és gazdaságos működését. A telephely a CNG kút közvetlen közelében épül, a volt Vai Ádám laktanya területén a 2019-ben megvalósult technológiai transferközpont szomszédságában. Igyekeztünk volna egyrészt a bánkiban tanuló bemutatni azt, hogy milyen is egy új telephely. Azt kell mondani, hogy nem mindennapos, hogy egy ilyen csodálatos területtel találkozhatnak a tanulók, illetve igazából a Volán busz ZRT-ben sem mindennapos az, hogy egy ilyen csodálatos műhely átadására kerülhet sor. Folyamatosan ugye folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy mikor tudjuk üzembe venni, üzemeltetni ezt az épületet. Én azt gondolom, hogy maga a mai esemény apropója, ha a tanulókra gondolok, mindenféleképpen egy jövőbe néző az ő számukra is, hiszen láthatják azt, hogy hova is lehet eljutni nagyon-nagyon sok munkával, sok energiával, energiabefektetéssel. Azt tudom mondani, hogy a tanulók jártak a jelenlegi telepünkön is, pontosan megtapasztalták azt, hogy az a körülbelül 50 éve épült épület, rész, műhelycsarnok, az milyen fejlődésen, milyen fejlesztésen tud keresztül menni. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata fontosnak tartja, hogy a jövő generációja, kiemelten a gépjármű technológiai szakirány felé orientálódó fiatalok is megismerjék ezeknek a korszerű autóbuszoknak a működési elvét, üzemeltetését, ezért ezek bemutatójára került sor első körben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium tanulói számára. Nagyon jó volt ez a nap, jól éreztük magunkat, sok újat tanultunk, mivel mi a bánkiból érkeztünk, ezért így nekünk egy hasznos információkat tudhattunk meg a buszokkal kapcsolatban, az automatamosóval is sok mindent láthattunk, a új buszokat is megtekintettük, azok is tetszettek, illetve ezek az alkatrész központ is nagyon jó volt, hogy így láthattunk ilyen dolgokat, így betekintést nyerhettünk úgymond a Volán busz világába egy kicsit. Az új autóbusz telephely kialakításának, valamint műszaki működési elvének bemutatójára pénteken a Volán busz ZRT dolgozóit várták. A szellemi munkavállalók és a később a műhelyben dolgozók is megismerték a korszerű, modern 21. századi igényeket kielégítő telephelyet.